Sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a Tech 2 YouTube csatornáján. Olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy már ott lehettünk az LG-nek egy ilyen előbemutatóján, ahol láthattuk az LG V30S névre hallgató ráncfelvarrott V30-as modellt, amiről elég sokat tudunk most már. V30S Think a pontos név, ez a Thin Q nevű írásmód, amit az LG használ más típusú termékeknél is. Igazából az történt nagyon röviden, hogy az LG most nem hozta ki a G7-et, tehát nem itt Barcelonában mutatkozik be az új G-széria. Ennek az oka, hogy egy kicsit változtatnak a termék bevezetési procedúrájukon. Igazából túl sok konkrétum nem volt, csak az, hogy változtatnak, és azt is elmondták, hogy nem az lesz ezen túl, hogy majd jön minden évben egy S-változat, hanem lesznek S-változatok, és néha máskor nem lesznek S-változatok, ez most pont így jött ki. Mindenesetre a V30S Think az egy mesterséges intelligenciával felvértezett V30 nagyobb RAM-mal és nagyobb tárhelyel, bár mihez képest ugye, a mi verziónkhoz képest mindenképp, hiszen itthon 4 GB RAM-mal került forgalomba a készülék, és 64 GB volt a belső tárhely, meg volt a plusz 128-al, de volt Koreában egy olyan változat, ami 6x256-os volt, na ez most a V30S Think is, tehát 6 GB RAM és 256 GB-os tárhely kerül bele. Ami bőven elegendő, egyébként a G7-ről csak röviden annyi, hogy a hírek vagy a pletykák szerint majd nyáron érkezik, hát addig viszont lássuk, mit tud a V30S Think. Egy koreai verziót sikerült nekünk megkaparintanunk, a dobozon látható V30S Plus felirat rejelzi, hogy ebben a modellben van 256 GB-os adattárló, a V30S pedig 128 GB-os tárhelyet kap. Igazság szerint a telefon legfelül fekszik a dobozban, ez alá helyezték a különféle tartozékokat, kék és szürke árnyalatban vásárolható majd meg a telefon, a kék az igazán jól néz ki. Kapunk természetesen egy gyors töltőfejet, amivel villámgyorsan lehet etetni majd a telepet, ezen kívül a telefon mellé jár egy USB Type-C kábel, valamint egy Bang & Olufsen füles, ami már a sima V30-nál is nagyon jól muzsikált, és hát várhatóan ennél a modellnél sem okoz majd csalódást. A telefon mindössze 7,3 mm vékony és 158 g-ot nyom, remek összeszerelési minőséggel rendelkezik, kiváló anyaghasználat jellemzi. Az előlapon egy 6 hüvelykes 1440x2880 pixel felbontású, tehát 18:9-es képarányú OLED panel hever, ami kiváló betekintési szögeket és remek fényerőt garantál. A hátlapon figyelhető meg az új lenyomat olvasók, valamint a dupla kamerás rendszer, innen nézve a legvagányabb szerintem az LG V30-es. A készülék lelke nem más, mint a Snapdragon 835-ös lapka, méghozzá Adreno 540-es grafikus gyorsítóval, valamint 6 GB RAM-mal. A 6 GB RAM most már az összes modellre jellemző, ami a V30-es, illetve a V30-S Plus szériát jelenti. Az LG az Android 8.0 operációs rendszer telepítette a készülékre, méghozzá saját egyedi LG UX felületével ellátva. A rendszersebesség egészen kiváló, ugyan nem 845-ös Snapdragont kapunk, ennek ellenére viszont a telefon a mai napig helytáll és kiváló rendszersebességet garantál tényleg. A memóriában nagyjából 2-2,5 GB-ot foglal egyébként maga a rendszer, és 10-et emészt föl a háttértárhelyből. Nagyon sok plusz funkció van az LG UX felületnek köszönhetően, például egyszerre tudjuk beállítani a mobilnetet, valamint a Wi-Fi-t tudjuk használni internetezéskor, a floating bar pedig egy jól ismert funkció, egy ilyen kis buborék formájában lehet rákattintani egy ikonra, amit hogyha megnyomunk tényleg, akkor plusz funkciókat érhetünk el, ilyen a képernyőre írás vagy a képernyőkép készítés. A Smart Doctor is ismerős funkció lehet, itt lehet eltakarítani a felesleges fájlokat, ezen kívül ilyen kis gyors gombokként is használhatjuk az oldalt található hangerőszabályzó billentyűket. Van egyébként 3,5 mm-es jack kimenet, az LG tehát továbbra is megtartja ezt a lehetőséget. A Knock On szintén egy jól ismert és elmaradhatatlan funkció, pillanat alatt ki lehet ezzel kapcsolni a kijelzőt. A Google Assistant pedig hát a rendszer alapvető része, mint ahogy az alkalmazás váltó is, sőt ugyan korábban az LG-nek a felülete már támogatta, az Android Oreo natívan tudja a több ablakos módot, kettő programot egymás mellett tudunk gond nélkül futtatni, egy pillanatnyi megakadás sem figyelhető meg ilyenkor sem. A gyári androidos applikációk mellett azért néhány más is megtalálható, ilyen például a saját zenelejátszó, a feladatkezelő,
az előbb említett Smart Doctor vagy a fájl kezelő, de egyébként minden Google-os alkalmazást pillanat alatt elérhetünk. Fölülről húzható le az értesítési sáv, és itt találtok a gyors beállítási ikonok is. A hátlapon egy 16, valamint egy 13 megapixeles kamerát találunk, a nagyobbik szenzor f/1.6-os, a kisebbik pedig f/1.9-es, az előlapi kamera 5 megapixeles maradt. A szoftverben nagyon sok nyalánságot és beállítási lehetőséget találunk, például ilyen a kézi mód is, ahol lehet a záridőt állítani, a fehér egyensúlyt, az expozíció, korrekciót is, de talán nem az az igazi pláne, hanem a mesterséges intelligencia, ami a kamera szoftverbe is beépül. Igazából a szoftver pillanat alatt meg tudja találni azt, hogy milyen beállítások szükségesek az adott képhez, az adott tárgyhoz például. Elé raktam egy ilyen kis papírdoboz, rögtön föl is ismerte, hogy miről van szó, például, hogy ez egy közeli kép, például ez egy papírból készült tárgy, és hát a fényviszonyok sem megfelelőek. Természetesen a nagy látószög megmaradt, így sokkal több minden fér bele egy képbe. Gyorsan megpróbáltunk kattintani párat így az éjszaka közepén, hát innentől kezdve már látszik, hogy mennyire fantasztikusan jó képminőséget garantál az LG V30S vagy S30 Plus is. A nagylátószög picikét rosszabb, de nagyon hasznos, és ilyen egy Full HD felbontású 60 FPS-ben készült videó. Az akkumulátor 3300 mAh kapacitású, az előbb modellnél ez egy másfél napos üzemidőt garantált, valószínűleg a V30S-nél sem lesz ez másképpen. Rengeteg szenzor és adatkommunikációs eszköz található a telefonban, NFC-től kezdve LTE-ig, egészen az AC-s Wi-Fi-n, valamint a Bluetooth 5.0-án át minden megtalálható. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, jövünk még nagyon sok videóval az MVC alatt. Sziasztok!